Sziasztok! A mai napon egy tőlem egy kicsit szokatlan videót hoztam. Általában ezeket mindig a havi művelődőimben szoktam a blogon levéleményezni, hogyha már elolvastam őket, de ahogy már a címből is láthattátok, most elhoztam a fél éves könyv szerzeményeimet, és hát elég sok van belőle, hogy megmondjam, nem tudom miért kiabálok, bocsi. Szerintem még életemben nem vettem ennyi könyvet ennyi idő alatt, szóval tőlem ez egy elég nagy mennyiség. Hi, Tita. Szóval úgy gondoltam, hogy megmutatom nektek egy videó formájában, mert itt talán egy kicsit jobban tudok róluk beszélni, már mint amelyiket olvastam, mert ezek közül még nagyon sokat nem sikerült elolvasni, nincsen sajnos időm olvasni, ami elég szomorú, mert imádok olvasni. Szóval nem is beszélek erről többet, vágjunk bele a videóba. Az első könyv, amit vettem, az Eddie Elszed Soha Mindig Néha című könyve, ez egy Dream kiadásos könyv. Ez az egyik kedvenc fajta könyv válogatásom. Nagyon szeretem a Dream válogatásnak a könyveit, szinte mindig tetszenek, és ennek a címe az olyan kis olyan megkapó volt ez a soha, mindig, néha. Szóval úgy gondoltam, elolvasom, és egyébként egy nagyon-nagyon jó könyvről beszélünk. Két barátról szól, egy lányról és egy fiúról, természetesen a csávó a szerelmes a Tracy-ba, ki gondolta volna. És csináltak egy ilyen bakancs listát, hogy mit nem fognak megtenni a gimi alatt, és a végén eldöntik, hogy ők azért mégis megcsinálják a végzős éveikben ezeket a dolgokat, hogy nehogy valami fontos élményből kimaradjanak, és hát egyébként nem az a szokványos szerelmi sztori, amire ti számítanátok, meg amire én számítottam, szóval van benne a végén egy csavar, amiért mindenképpen érdemes olvasni a könyvet. Egyébként nekem nagyon tetszett, engem nagyon-nagyon lenyűgözött ez a könyv, szóval hogyha szeretnétek valami könnyű, de mégse túl könnyű olvasni, akkor ajánlom nektek ezt a könyvet. Februárban a névnapomra kaptam két darab könyvet. Én általában mindig ilyen könyvutalványokat, meg könyveket kérek bármilyen ilyen ünnepre, vagy alkalomra, vagy valami ilyesmi, mert egyértelmű. Az egyik, amit kaptam, az Bartos Zsuzsától az Alkonyőrzők, és őszintén bevallom, szeretném az összes vöröspöttyös könyvet beszerezni, ami csak létezik. Ez is kicsit ilyen feladatommá vált, úgy érzem, ez egy kihívás számomra, mert ez a másik kiadás, amit nagyon-nagyon imádok, és szinte minden egyes darabját, amit eddig olvastam, azokat imádom, szeretem. Nem tudom, nekem ez egy ilyen kicsit ilyen álomszerű dolog, hogy legyen egy egész szobányi könyvem, és jó úton haladok afelé. Igazából nem sokat tudok róla. Hát pont ez a jó benne szerintem, szóval a legtöbb könyvről igazából fogalmam sincs, hogy miről szól. De pont ezért veszem meg őket, mert mostanában a fűszövegek annyira nem nyűgöznek le engem, meg a borítók sem most valamiért. Ezek alapján én egyszerűen nem tudok dönteni, ezért gondoltam, hogy csak úgy random megveszegetem őket, és akkor majd belevágok, nincsenek elvárásaim, és így majd tudok egy objektív véleményt mondani. És Kerstin Geertől a Szilver az álmok első könyve volt a másik. Kerstin Geernek már olvastam az egyik sorozatát, ha jól tudom, ő írta a Zafirkék, meg Rubinvörös, meg mit tudom én, nem jut eszembe, nem jut eszembe a címe. Azt hiszem, ő írta azt a sorozatot, és hát én annak nagy szerelmese voltam. Szóval úgy gondoltam, hogy egy ilyen könyvvel nem lőhetek mellé, mert hát ez elég jónak néz ki. Szóval remélem, hogy ez jó is lesz. A következő két könyvet már el is olvastam. Mind a kettő vöröspöttyös könyv szintén, és ezek egy ilyen kisebb, vékonyabb változatok. Az egyik az Emperor's Hogy intézd el jól a Love Story-t. Ez a Hogy intézd el jól a nyaradnak a folytatása, és igazából ezt főként egyetemre hordoztam magammal, hogy amikor óraközi szüneteim vannak, meg néha óraközben is olvassam, és egyébként nekem nagyon tetszett, nagyon bejött. Egyik barátném azt mondja, hogy neki nem igazán jöttek be ezek a sztorik, mert hát
igazából nem tudom, hogy miért, de nekem meg pont azt tetszett, hogy ilyen mások voltak, szóval nem tipikus szerelmes sztori, nem tipikus mit tudom én, hanem csak egy ilyen átlagos és valóságos könyv, és nekem pont ezért tetszett. A másik, a Nem akartam beleélni, na hát ez teljesen megint úgy kezdtem bele az olvasásába, hogy fogalmam sincs, hogy miről szól, és meg is lepődtem, hogy egyébként kőkeményen a halál a témája, és elég furcsa is volt olvasni, egy kicsit ilyen letargikus hangulatba is kerültem tőle, de egyébként nagyon szépen dolgozza fel a gyászt és annak folyamatait ez a könyv, szóval hogyha valaki esetleg ilyen rossz fázist élne jelenleg, vagy csak kell valami, ami megvigasztalja, vagy egy kicsit komolyabb témáról szeretne olvasni, annak mindenképpen ajánlom ezt, és az írója az Eva Kavian, remélem, hogy jól mondom. Aztán még volt egy ilyen, azt hiszem, Valentin napi akció a Dream válogatások könyveinél, és azt hiszem 6000-ért lehetett megvenni. Nagyon-nagyon olcsó volt egy szetnek az ára, és ezek a szettek 6 darab könyvet tartalmaztak, és én egy olyan szettet választottam, amelyek közül még egyik könyvet sem birtokoltam, szóval nagyon örültem, hogy sikerült ilyen szettet választanom. Az egyik könyv az még ki sincsen csomagolva. Ez Will Derbyshire-tól a Modern Love, a szerelem örök. Ez azt hiszem nem egy tipikus történet, hanem novellás, vagy tanácsadós, vagy valamilyen elmélkedés könyv. Erre is kíváncsi vagyok egyébként, mert nem csak az ilyen sztorikat imádom, hanem az ilyen kis elmélkedős, gondolkodós könyveket is, mert azok is nagyon-nagyon jók tudnak lenni, és én nagyon szeretem azokat is. Erre is kíváncsi vagyok, hogy ez milyen lesz. Az egyik könyv, ami benne volt, az Jamie Maguire-től van, a Véletlen szerelem. Ez egy a Véletlen sorozatnak az első része, és Jamie Maguire-től nem hiszem, hogy olvastam volna eddig bármit is. Azért, mert annyira sok ilyen hasonló borítójú, meg hasonló nevű könyv volt, hogy én egy kicsit összezavarodtam tőle, és így nem volt kedvem elolvasni egyiket sem. Hát remélem, hogy jó, mert egyébként csak jókat lehetett erről az íróról hallani, és hát úgy néz ki, hogy ezek szerint én is el fogom olvasni a sorozatot. Eléggé vékony a könyv, szóval hamar túl fogok jutni rajta szerintem ez. A másik könyv, amit jelenleg is olvasok, az Crystal Sutherland-től a szerelem kémiája, ami nem egy tipikus love story, ezt már most elmondhatom nektek. A történet egyelőre még furcsa, még nem forrott ki. Hú, hol járok? A 79. oldalon még nem forrott ki annyira a történet, hogy annyira nagyon érdekeljen. Egyébként nem rossz, furcsa. Ezt mindenképpen el kell mondanom megint, hogyha még nem mondtam el. Kíváncsi vagyok, hogy mi fog egyébként kisülni belőle, mert megvan benne a potenciál. Bár úgy érzem, hogy ez tényleg nem egy tipikus love story lesz, hanem lesz egy sokkal komolyabb mondani valója is. Remélhetőleg a június havi művelődőmbe be is fog kerülni. Egy másik könyv, ami benne volt a csomagban, ez David Leviathan az Engedj közelebb című könyve, aminek rohadt menő borítója van, szerintem. És ez se egy túl vastag könyv egyébként, ezt már korábban nézegettem a neten, is gondolkodtam rajta, hogy megrendelem, de végül soha nem jutottam el odáig. Hát most ebbe a csomagban benne volt egy csomó olyan könyv, amit amúgy lehet, hogy egyébként magamtól nem is vettem volna meg. Van még itt egy John Green és David Leviathan által írt Will és Will nevű könyv, Egy név, két sors. Ahogy látszik a borítón, valószínűleg ez két meleg srácról szól, és talán van erről film is. Én nem tudom, fogalmam sincsen. Az utolsó könyv, ami a csomagban volt, az Tamara Ireland Stone-nak a Klik, találd meg a párod című könyve. Ez se egy túl vastag könyv, és erre a könyvre kifejezetten kíváncsi vagyok, mert Tamara Ireland Stone-tól már olvastam a Time Between Us-t, az Elválaszt az időt, ami egy vöröspöttyös könyv, és hát azt szerintem minimum 3-szor elolvastam, nálam pedig ritka, hogy valamit többször elolvassak, de egyszerűen imádom azt a könyvet, az egy ilyen, hát nem is egy ilyen korai, de egy ilyen hamarabbi felfedezésem egy pár évvel ezelőtt, és imádom. Egy gyöngyszemet találtam az olvasási korszakomnak a negyedénél szerintem, vagyis hát mondhatjuk, hogy a legelejénél. A következő könyv,
egy nagyon cuki kis könyv, ez egy pocket, és ezt még Pesten vettem, mikor a Csillagponton voltam. Nem tudom, hogy eddigre felkerült-e már ez a vlog, nem hiszem, de lehet, hogy ezután felfog, akkor ott is megmutatom ezt a könyvet. Ez Krúdi Gyulától az Ady Endre éjszakái, és nem tudom, hogy mire számítsak. Ez nagyon kis cuki, ilyen kis utazós könyv, és lehet, hogy hát lesz egy pár időpont az életemben ezen a nyáron, amikor utazgatnom kell lesz, szóval ez egy ilyen tökéletes kis utazós könyvecske lesz. Vettem az Amazonon egy e-bookot is, mert sehol máshol nem lehetett megtalálni konkrétan. Ez pedig a Fearless, az Elementálok sorozatnak az egyik kiegészítő kötete. Ez Hunterről szól, az Elementálok sorozat előtti életét mutatja be nekünk, így egy kicsit jobban tudunk azonosulni azzal a karakterrel is. És meglepően tetszett, persze angolul volt az egész, mert hát magyarra nincsen lefordítva sajnos. Ez úgy érzem megint egy hosszú videó lesz, szóval... Sorry, my lovelies. Na igen, térjünk vissza Kertingerre, ugyanis itt van a Silber, az álmok második könyve. Hát természetesen elkezdem begyűjteni a kollekciót, a trilógiát, a könyveket, hogy ha tetszik az első rész, akkor elolvassam még a másik kettőt is mellé. Hogyha nem tetszik, akkor meg azért, hogy befejezzem, mert nem szeretek sorozatokat befejezetlenül hagyni. Így is a Luxen sorozatot nem fejeztem be, és azóta is annyira nagyon zavar. Stephanie Meyer elég kevés könyvet írt ahhoz képest, hogy az Alkonyat az ilyen átütő siker lett nála. Olvastam egy életrajzi könyvet is róla egyébként, szóval amúgy meg tudom érteni, hogy miért. A Burok, amit a Twilight után írt, az szerintem egész jó lett. Először nekem nagyon nem tetszett. Nem tudom, hogy a könyvet vagy a filmet láttam előbb. Valószínűleg a filmet láttam előbb is, akkor az nagyon nem tetszett. Elolvastam a könyvet is, az tetszett. Megnéztem utána a filmet is, akkor az már tetszett, mert így jobban értettem, hogy miről szól. Mert a film hát az borzalmasan sok részletet kihagyott belőle. Kíváncsi voltam Stephanie Meyer másik megjelent könyvére is, és ez pedig a Vegyész. Nos, hát ez egy jóval masszívabb könyv, ahogy láthatjuk. Röpke ilyen, hát majdnem 500 oldal. Szóval ez egy jó kis olvasmány lesz számomra, az biztos. Egy jó darabig biztos ki fog tartani, sajnos, mert nem lesz időm olvasni. Nem tudom, hogy egyébként ezeket be fogom-e tudni fejezni az évben. Ki is lenne, ha nem én, aki megvesz egy LOL könyvet. Ahogy tudjátok, ez a Móra könyvkiadó által megjelentetett sorozat, ez a LOL könyvek. Mostanra már beszereztem az összeset, szóval amik folyamatosan megjelenek, én ezeket folyamatosan szerzem be, és folyamatosan olvasom el őket. Én már elég régóta gyűjtem ezeket a könyveket, konkrétan az első pillanattól kezdve egyébként, amikor megjelent az első rész, akkor nem tudtam, hogy ez még egy ilyen hatalmas nagy könyvsorozat lesz, és megvettem, és imádtam, és akárhányszor láttam, hogy megjelent egy újabb könyv, akkor mindig megvettem, és mindegyiket imádtam. És ez ilyen személyes célom már volt szintén, de ez lett az első ilyen könyves célom, hogy én szeretném az összes könyvet megszerezni, és nem interneten elolvasgatni, meg ilyenek. Megszereztem Kelly Aramtól az Amit az két a című könyvet, ami az Eszmét hűznek a folytatása, és eléggé szerettem azt a sztorit, úgy emlékszem, bár már annyira sajnos nem tudom felidézni magamban, azért valószínűleg el fogom olvasni ezt a részt is. És azért hát elég kíváncsi vagyok erre is, természetesen. Leolvad az arcom a melegben. A következő könyv, amit már így a legyezgetés közben mutogattam, ez Antonio Ferrerától a Rossz voltam című könyv. Ez se egy túl nagy könyvecske. Ez is egy ilyen könnyebb olvasmány lesz, úgy érzem. Talán ez egy love story lesz, nem vagyok benne biztos. Ezt a netről rendeltem meg, mert azt hiszem nálunk Miskolcon a plázában nem lehet kapni. Nem tudom, hogy a másik Libriben lehet-e kapni a Sétáló utcán, valószínűleg ott se. És hát ezért rendeltem meg, hogy biztos legyek benne, hogy amikor bemegyek a boltba és nincsen, akkor mondjam azt, hogy hoppá, na mindegy. A múlyos kíványságlistám alapján rendeltem. Egyébként, ha kíváncsiak vagytok, a blogomon van egy kis link oldalt, amin éppen láthatjátok, hogy mit olvasom, valamint arra kattintva meg is tudjátok nézni a múlyos profilomat is, ahol láthatjátok az kíványságlistámat, ami nem az összes darab. És láthatjátok, hogy eddig milyen könyveket olvastam el, milyen könyvek én vannak itthon. Kerstinger, hello megint! Silber, az álmok harmadik könyve, szerintem erről már beszélnem sem kell.
Látjátok? Ez kezd mellettem így gyűlni egy ilyen kis kupacba. Itt ülök az ágyamon, és lassan kezd akkora lenni ez a könyvkupac, amekkora én vagyok, de nem kell félni, mert már csak 3 darab könyv van. Az egyik Beninától a Tükörlelkek. Ezt szerettem volna eredetileg névnapomra, de akkor nem találtam meg a boltban. Megvettem később. És egyébként mindig figyeljetek oda a Glamour napokon és a Joy napokon, hihetetlen akciókat tudtok beszerezni, főleg akkor, hogyha még törzsvásárlói kártyátok is van, mert én akkor mindig kiszoktam használni azt, hogy fogom a kupont, fogom az addig összegyűjtött törzsvásárlói pontokat, és így nagyon sok levonódik a könyvárából. Ráadásul, hogyha a boltban kéritek átvételre, akkor az szintén ingyen van, így még egy szállítási díjat is megspóroltok magatoknak, és így én körülbelül féláron szoktam megvásárolni a könyveket, sőt, hogyha van hozzá még ajándékkártyám, akkor még azt is felhasználom, így én gyakorlatilag van olyan alkalom, amikor nem is fizetek egy könyvért, mert hát ugye az ajándékkártyát azt is kaptam, szóval én gyakorlatilag nem fizettem semmiért, és körülbelül így a felét le tudom vonni az ajándékkártyámnak, és még marad a fele, és megmarad még a fele pénzem körülbelül az ajándékkártyán, ami megint egy 50%-ot jelent körülbelül egy könyvre nálam, plusz még a törzsvásárlói kártyámnak az engedménye, plusz még a pontok, amik lejönnek a vásárlásból, szóval így körülbelül 2 könyvet tudtok venni egy áráért, vagy 3-at is, hogyha nagyon ügyesek vagytok. Én mindig kihasználom a Joy és Glamour napokat ilyen alkalmakkor, a Book 24-en is, meg a Bookline-on is, meg a Lirán, meg az ilyeneken. Jó kis tipp tőlem! Félek, hogy le fog dőlni ez a kupac. Az utolsó előtti könyv egy aranypöttyös könyv, amit szintén meg el akarok majd kezdeni gyűjteni. Ez a Kis francia panzió, aminek azt hiszem van még egy másik része is. Ezt se tudom köbben miről szól, elolvastam a fülszöveget, de már nem sok mindenre emlékszem belőle, szóval majd meglátjuk. Az utolsó könyv, ami a legfrissebb szerzeményem, az szintén egy vörös pöttyös könyv. Ez a könyv nem más, mint Caitlin Glasgow-tól, a Girl in Pieces. Szóval ennek nagyon tetszett a borítója, őszintén megmondom, ez most nagyon tetszetős borító volt, és elég hosszúnak tűnik, és fogalmam sincs, hogy mire számítsa, szóval remélem, hogy tetszeni fog. Hú, hát ennyi is lett volna ez a videó, ahogy láthatjátok, itt a kis kupacom mellettem. Hát elég sok könyvet vásároltam ebben a fél évben, magam sem tudom, hogy mi jutott belém, és remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, hogyha igen, akkor ne felejtsétek el lájkolni, vagy feliratkozni, hogyha még nem tettétek meg. Csak egy tipp, és köszönöm, hogy itt voltatok velem, találkozunk legközelebb, sziasztok!